Helyigazítsad jól a lábot, tíz farsangja, hogy már járod. Köszöntöm Önöket! Kodály Zoltán szerint a legszebb hangszer az emberi hang. A Nyitott Egyetemben dr. Lakner Tamás Lisztdíjas karnagy előadását láthatják. Közreműködik a Bartók Béla férfi kar. Szép jó estét kívánok mindenkinek! Elsőként Kodály Zoltán egyik legnagyszerűbb tanítványának, Bárdos Lajosnak a kórusművét hallották. A tanítványok viszik tovább a mesterek szellemiségét, és ennek egy nagyszerű példája Bárdos Lajos munkássága. A mai előadás címe Kodály Zoltán és az emberi hang. Mindjárt egy idézettel kezdeném a mestertől. Mélyebb zenei műveltség csak ott fejlődött ki, ahol az ének volt az alapja. A hangszer kevesek, kiváltságosok dolga. Az emberi hang, ez a mindenkinek hozzáférhető legszebb hangszer lehet csak általános, sokakra kiterjedő zenekultúra termő talaja. Kodály az éneklés tartotta a zenélés legtermészetesebb módjának. A világhírű zenei nevelési módszerét is az énekhangra építette. Az éneklés a legoriginálisabb zenei kifejezési forma. Amikor az emberek maguknak házakat építenek, azért, hogy az megvédje őket a természet viharaitól, a hótól, a jégtől, a naptól, a melegtől, a hidegtől, és az ember a lélek viharaira kitalálta a dalt. A dal az azonos az énekhanggal. Tehát a legbensőnkből jön, a legbensőnk szólal meg, a lelkünk szólal meg egy-egy dalban. Kodály a saját életművében az emberi hangnak, a vokalitásnak óriási szerepet szánt. És ezen belül is, amiben egyedi, a kórusmuzsika, hogy közösségek tudnak megszólalni, és hát ez borzasztóan fontos, kell, hogy legyen egy társadalomnak, hogy kis közösségeink vannak, és a kis közösségekből épül fel igazából egy társadalom. És ráadásul nem is beszélve, hogy a kórus muzsikával jutunk el a legegyszerűbb módon a magas szintű zenéléshez. Az, hogy az énekhang az alapja a zenélésnek, ezt Kodály nagyon fontosnak tartotta, hiszen ha valaki énekel, akkor tényleg magát tudja adni, leginkább magát tudja adni, és onnan van az áttétel, egy hangszerre. Tehát elsődleges dolog az éneklés. Kodály abban is a legnagyobbak között volt, hogy az emberi hangot a maga természetességében használta. Dalomai énekelhetősége, hogy mondani szokták, szájra áll. Nem kell
nagyon megerőltetni magunkat, hogy ezeket a dalamokat le tudjuk énekelni. Természetesek a beszéd lejtéséhez, a beszéd hangvételéhez alkalmazkodnak ezek a dalamok, majd később erre fogok példát is mutatni. A másik, ami nagyon fontos, hogy minden hangadásnak kommunikációs szerepe van. Az örömnek, a bánatnak, a fájdalomnak, a dűnek, a kacagásnak. A zene, meg főleg Kodály művészete éppen erre tanít meg minket, hogy hogy lehet az érzelmeket differenciáltan kifejezni. Kodály Zoltán minden kórusfajtára megírta a maga műveit, de nagyon-nagyon meggondolta azt, hogy bizonyos üzeneteket milyen kórusfajtával mondat el. Vannak olyan művei, amelyet minden kórusfajtára feldolgozott, mert úgy gondolta, hogy ez olyan valami, olyan üzenet, ami mindenkinek kell, hogy szóljon. Na, az első példánk éppen egy ilyen üzenet lesz. Ez az a kórusmű, amelyet legtöbben énekelnek a világon. Ez a Kodály kórusmű, ami a legnépszerűbb, a legismertebb. És vajon ez miért lehet? Igyekszünk valamit ebből a titokból felfedni. Erdő mellett estvéletem, sugám fejem alá tettem, összetettem két kezemet, úgy kértem jó Istenemet. Ugye ismerős volt? Ez a híres esti dal. Esti dal. Na most, hát miről is szól ez a népdal? Hát arról szól, hogy egy ember keresi a lelki békéjét, keresi önmagát. A lélek rezdülései kell, hogy megjelenjenek. Most a népdal megszólal, nagyon szépen el lehet énekelni, nyilván sok mindent bele is érezhetünk. De a zeneszerző miért van? Azért van, hogy felfedje a titkot. Hogy ebben a dalban mennyi minden rejtőzik. Tessék mindjárt megnézni, hogy kezdődik. Tulajdonképpen három hang szólal meg. Ez a három hang, nagyon egyszerű három hangról van szó. Nem más, mint egy dur hármas akkord, dur akkord. Tehát mondjuk ez egy ilyen akkord, hogy ezek a hangok vannak benne. Csak hogy nem ilyen módon. Ezt így szokott, hogy do, mi, szó, mi, do. Csak hogy Kodály egy egyszerű ötlettel, de zseniális ötlettel ezt a három hangot máshogy helyezi el. Úgy helyezi el, hogy első hang, hát mit jelent ez? Ez olyan, mint amikor kinyílik az ember lelke. Egyszerű pillanat, de úgy gondolom, hogy zseniális pillanat. Csak a legnagyobb mesterek képesek ilyenre, hogy a lehető legegyszerűbb eszközökkel, tudnak ilyen fantasztikus dolgokat megmutatni. Most tessék megnézni, ugye látszik, hogy az alsó szólamokban nincsen szöveg. Csak dúdolás van. Én úgy gondolom azért, mert legtöbbször nincsen szavunk arra, nem tudjuk szavakkal kifejezni azt, hogy pontosan mi is lakozik bennünk, és hogy van ez. Próbáljuk megmagyarázni, de egy csomó esetben nem tudunk szavakat találni rá. De vajon miért vált át minden szólam a versre? Eddig csak zümmögött, most átvált. Tessék megnézni, mi a szöveg. Első verszak az erdő mellett estvélettem, subán fájám alá tettem, összetettem két kezemet, úgy kértem jó Istenemet. Még itt is van a konkrét kérés. A konkrét kérés most jön. Hogy? Én Istenem, adjál szállást. És ezt meg kell erősíteni. Ez most már belül jöjjön. Megmondtam a járkást, a bujdosást, az idegen földön lakást. Tehát ez Istenhez szólok. Ez más. Istenhez szólni más, máshogy szólunk, mint ahogy hogy egymáshoz beszélünk. És aztán visszajön ismételten a kíséret megint
zümmögés, finomságok, finom belső rezdülések. Na, de valami érdekes történik. Itt ez a sok szünet. Ugye? Adjon Isten jó éjszakát, adjon Isten jó éjszakát. Miért szedi szét ennyire ezt az utolsó verszakot? Hát nyilván a lelkiállapotból adódik. Ugye? Hát zaklatottabb a lelkiállapota. Hát amikor zaklatott a lelkiállapotunk, akkor nem szoktunk ilyen nyugodtan beszélni és folyamatosan beszélni, hanem mondjuk a magunkért, és akkor... Tehát itt is ez a finomság benne van. És tessék megnézni, hogy a záró akkord is súlytalan a helyen van. Az se egyre, ütem egyre érkezik. Aki zenész, az tudja nagyon jól, hogy ütem egy, ott az fontos. De itt a szüneteknek óriási szerepe van. És hogy a szünetekkel hogy játszik Kodály? Ez is egy egyedülálló dolog. És ebben a darabban ez is az egyik varázslata. Ennyi szünetet írni egy darabba nagyon ritka. Most úgy gondolom, itt a pillanat, hogy akkor teljes egészében elénekeljük a darabot. Népdal feldolgozásai Kodálynak valahogy így születnek. Van egy dallam, van egy népdal, vagy akár több népdal, és hozzá ír kíséretet, más szólamokat, és mindig-mindig a népdalnak az üzenetét próbálja erősíteni a maga eszközeivel. Ezek személyes üzenetek voltak. Kodály munkásságában nagyon-nagyon fontos a nemzet sorsáért való aggódás. Mert szólni kell egy felelős, tudatos komponistának, igenis feladata, hogy hangot adjon annak, hogy mit jelent számára a nemzet, a haza. Most két kórusművet mutatnék még meg. Elsőként egy olyan darabot, amely méltatlanul elfeledett.
Ez a vers, amire ezt készült, az egy Petőfi Sándor vers, ezt Kodály Zoltán 1944-ben zenésítette meg. Azért hangsúlyozom az időpontot, mert ez sok mindent elárul, és nem kell magyaráznom. A vers így szól. Rab hazának fia. Menjünk, menjünk a földbe, beteg szívem, hiszen megtetted, ami kell, megtetted, amit lehetett, viselted Hoffi sebedet. Hideg van a sír éjben, másnak lehet. Meleg forró lesz a sír nékem, mit életemben viselék, a Hoffi seb még ott is ég. De az ítélet napja eljön talán, s hazám birincseit lerontja, akkor sebem begyógyuland, s hűvösben nyugszom ott alant. Hát elég sötét képet fest maga a költemény. Én egy-két olyan nagyon jellegzetes helyet mutatnék meg, hogy Kodály hogy nyúl egy ilyen vershez, és mennyire képszerűvé teszi a gondolatot. Mindjárt látják az első sort, és tessék megfigyelni, ugye van egy tartott hang, hosszú hang. Az a szöveg, hogy menjünk a földbe, beteg szívem. A földbe, hát le a föld alá. Most tessék megnézni, ugye az a tartott hang, az mit jelképezhet? A földre, a földszint, ugye? És menjünk az alá, és leviszi a földbe. Hallgassuk csak meg ezt a bevezető néhány ütemet. Viszi a föld alá. Ugye itt vagyunk lent. Most innen kéne megemelkednünk föl, a reményt is meg kellene mutatni. A meleg forró az egy nagyon érdekes akkord kapcsolattal mutatja meg Kodály. Én szerintem ezt lehet érezni, csak tessék meghallgatni, zongorán mutatom azt, hogy azt a meleg pillanatot, hogy... Ezt a zenében úgy, hogy ilyen terc-rokon kapcsolat van, de egy akkorddal tudja megmutatni. Tehát ez is egy nagyszerű pillanatám, hogy a zeneszerző a költő gondolatait hogy tudja még tovább vinni, vagy esetleg egy új aspektusát megmutatni az adott gondolatnak. Még egy másik érdekes dolgot hadd mutassak. Az ítélet napja eljön talán, egy ilyen fuga részről van az, hogy elkezd egy szólam, aztán ugyanaz csak más hangon kezdi el, de azt is tessék megfigyelni, hogy hazám birincseit lerontja, ott viszont homofon anyag szólal meg, azt jelenti a homofon anyag, hogy minden szólam egyformán mozog azért, hogy nyomatékot adjon a dolognak. Na most hát a legvége szerintem az egyik legszebb kodályi befejezés. Az egyik legszebb kodályi befejezés. Ugye az a vége, hogy hűvösben nyugszom, ott alant. Ilyen mélyre eddig nem ment, még az első sorban sem. Mint ahogy itt a legmélyebb hang megjelenik. Ez egy gyönyörű zárás. Yeah.
De az ő élet napja, de az ítélet napja, Zárásként a Kölcsei Ferenc verséreit húzt fogja felhangzani. Mindjárt megmutatnánk az elejét, ami szintén egy gyönyörű, szép képet varázsol elénk. Figyelték, hogy szállt fel a hold, és akkor gyönyörű szépen a tenor szólamban szépen vitte fölfelé ugye a dalamat. Tehát szinte a szemünk előtt láthatjuk ezt a varázslatos képet. Na most, hát nagyon érdekes dolog van ebben a darabban. Ugye arról szól, hogy a múlt, tehát igazából hát nem szabadna teljesen kizárni magunkból. Az a vers eleje, ugye? Tehát a múlt, ott van a vár, ott van, de hát az belénk vésődik, a múlt. De hát a vége az, hogy mégis menj előre, és hasa alkos gyalabítsa haza fényre derül. Na most, hogy ezt Kodály hogy fogalmazza meg itt? Most tessék megnézni az első pár ütemben, a basszus szólamban egy hang szól végig. Vagy ha lejjebb megy, akkor is hosszú tart, úgy hívjuk ezt, hogy orgonapont. Na most ez a darab tele van orgonaponttal, fölötte történik sok minden, de ott van alul ez a hang. Ez mintha nem lehetne elfelejteni, ez ott mintha már ott van a zsigereinkben, ott lenne, és nem tudjuk kizárni. Hát ez a múlt, kérem szépen. Az a múlt, ami ott van, ami ott van a tudatunkban, amit már átéltünk, és megvan. Nem, hiába akarjuk kizárni, nem tudjuk kizárni. Rögeszmésen ott van ez az orgonapon. Tehát ez is egy olyan hihetetlen, egyszerű, de zseniális gondolat a szerzőtől, hogy igenis ott tartom végig. Nem figyelek rá igazán, de ott van a tudatomban, mégis ott van. Nem tudom mégse kizárni. Azt tessék megnézni a végét, ugye, hogy eddig polifon anyag volt. Tehát, hogy a szólamok nem együtt mozogtak. És amikor jön a legfontosabb pillanat, hogy has, alkos, gyarapíts, és a haza fényre derül, ott tessék megnézni, oszlopban ott vannak egymás alatt, mert ez a legfontosabb. És ahogy ez föl van építve, kérem szépen, ez valami egészen fantasztikus. Ilyen hosszú folyamaton keresztül kell a feszültséget tartani, és fölépíteni, és a végén majd meghallják, hogy hova jut el. Elképesztően fölépített zeneműről van, szóval minden hangja fontos. Talán sikerült röviden érzékeltetnem Kodály nagyságát, emberi nagyságát is, meg művészi nagyságát is, és azt, hogy az emberi hanghoz hogy viszonyult ez a szerző, és mennyi mindent tud elmondani az emberi hanggal, tulajdonképpen ezt szerettem volna ma bemutatni. És akkor előadásom befejezéseként hangozzék fel teljes egészében
Kölcsey Ferenc versére írt Huszt című férfikari műve.